Kakasdon a Belassi haranglábnál tartottak megemlékezést, ahol többek között a helyi általános iskola diákjai készültek műsorral. Selné Simcsik Orsolya polgármester beszédében a nemzeti összetartozás jelentőségét emelte ki. Június 4-e az 1920-as trianoni békediktátum napja, melyet az országgyűlés több mint egy évtizede, 2010-ben a Magyar Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Az országgyűlés törvényben kimondta, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Ezeknek a soroknak a valódiságáról bárki megbizonyosodhat, aki az országhatáron kívül több száz kilométerre akár magyar lakta területekre látogat, akár Erdélybe, Székelyföldre, Felvidékre, a Délvidéke, vagy éppen Kárpát-alján barangol. Magyarul írnak, magyarul beszélnek, s a szóval egyedül felül magyarul gondolkodnak. Sokszor azt tapasztalhatjuk, hogy magyarabbul, mint mi magunk. Büszkék magyarságukra, küzdenek érte, hangosan, könnyezve éneklik a himnuszt. Megtapasztalhatjuk ezt akkor is, mikor Kakasdra érkeznek testvértelepüléseink. Örömmel, boldogan repülnek felé, mint magyarokhoz, s könnyezve, meghatódva búcsúznak. Véleményem szerint ezt minden magyarnak látnia kell, de hogyha olyan magyarokat fogad, akik magyar lakta területekről érkeznek, szintén megtapasztalhatja, nem kell hozzá elutazni. Egy csoda az, hogy több száz éve szétszakított magyarságot, a fizikailag elválasztott magyarságot, lelki összetartozását nem tudták szétszakítani. Hozzátette, a felnőtteknek a gyerekekkel együtt kell ünnepelnie azt az erőt, amely életben tartotta a magyar nemzet egységét. És életben tartja, úgy ítélem meg ma is, és bízunk benne, hogy erőt ad a külhoni magyarságnak ahhoz a küzdelemhez, hogy megőrizzék magyarságukat. Volt nekünk egy országunk a földön, melyet magyar erő szerzett vitéző, és magyar szív és ész tartott meg bizony. Ez egyszer évnek évre könnye és verejtékes munkája adta meg szent jussunkat a drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem soha, hogy milyen volt a kedves Pozsony, hogy királyokat koronáztak egykor, s legnagyobb magyar hirdette hévvel, nem volt, de nem lesz még egyszer Magyarország. Kakasdon több évtizede emlékezünk július 4-én az 1920-as párizsi trianoni békediktátum napját ünnepeljük, és azt, hogy az országgyűlés 2010-ben, tehát több mint egy évtizede ezt a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. A Kakasd is több testvértelepüléssel rendelkezik, az országgyűlés tartalmát próbáltuk valóságban megmutatni, és azt, hogy itt a kakasdiakhoz, hogyha testvértelepüléseinkről hatalmas szívvel megérkeznek, milyen szomorúan távoznak, és ennek mi a háttértörténete. Egy csoda az, hogy itt a több mint száz éve szétszakított magyarság, fizikailag államhatárokkal szétszakított magyarság lelki összetartozását nem tudták szétszakítani. Ezt próbáltuk itt a gyerekeinkkel együtt megünnepelni, azt, hogy ez az erő, ami eddig elvezetett, tartson ki a továbbiakban is, és adjon erőt a külhoni magyarságnak is a magyarságuk megőrzéséhez. A rendezvény zárásaként a 102. trianoni évforduló alkalmából 102 másodpercig harangoztak a településen.